Jávor Benedekkel folytatjuk a beszélgetést a Párbeszéd Zöldek európai parlamenti listavezetőjével. Jó reggelt kívánok, köszöntöm itt a stúdióban online kapcsoláson keresztül. Jó reggelt kívánok! A beszélgetésünk témája pedig nem más, mint hogy ön volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság az most a szuverenitásvédelmi törvény egyes rendelkezéseit uniós joggal szembeütközőnek, szembe menőnek találja, ezért egy kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Melyek azok az egyes pontok, amelyekkel nem ért egyet az Unió? A szuverenitásvédelmi törvénynek rengeteg pontja van, amelyek az Európai Unió elsődleges vagy másodlagos jogába ütköznek. Itt olyan feljogosítást ad ez a törvény a szuverenitásvédelmi hivatalnak, illetve olyan mértékben csorbítja az állampolgároknak a szabad véleményalkotáshoz, a gyülekezési szabadsághoz fűződő jogait, az alapvető politikai és demokratikus szabadságjogait, hogy az Európai Bizottság szerint nem csak egy-egy pontja sérti a törvénynek az unió jogát, hanem gyakorlatilag a törvény egésze olyan átfogó konfliktusban áll az Európai Alapjogi Chartával és az Európai Unió alapszerződéseivel, hogy lényegében a törvény egészét vizsgálják. Ugye elindult ez a kötelezettségszegési eljárás, erről tudjuk, hogy ez évekig elhúzódhat, vagy ha nagyon felgyorsítják, akkor is legalább egy év, mire következtetése jut az Európai Bizottság, és valamiféle szankciót bevezethetnek a magyar kormánnyal szemben. Úgyhogy a magyar kormány ebből a szempontból én úgy látom, hogy nem nagyon tart ettől a kötelezettségszegési eljárástól. Amire viszont felhívtam a figyelmet, és aminek kapcsán az Európai Bizottsághoz fordultam, és a tőlük kapott válasz alapján sokkal aggasztóbb, az az, hogy nem csak egy kötelezettségszegési eljárásról beszélünk, hanem ez a törvény uniós pénzek kifizetésének az úgynevezett horizontális feljogosító feltételeit is sérti, tehát nem teljesíti azokat a feltételeket Magyarország ennek a törvénynek a hatályban tartása idején, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és ezeket ismételten felfüggesztik. Ki éveket mondott, miközben ugye a bizottságtól most 2 hónapot kapott elsődlegesen a magyar kormány arra, hogy az általa felvázolt kérdéses pontokat, akkor nem tudom, árnyalja, újra gondolja, átírja. Ez alatt a 2 hónap alatt akkor ezek szerint nem születhet semmilyen eredmény? Meglátjuk, ugye ez 2 külön eljárás, tehát a kötelezettségszegési eljárásban valóban, ahogy mondja, most 2 hónapja van a magyar kormánynak, és ez alatt kéne elmagyaráznia, hogy miért nem sérti az unió jogát a szuverenitásvédelmi törvény, ez várhatóan nem fog sikerülni a magyar kormánynak. Nem látok olyan érvet, amivel megindokolható lenne, hogy a törvény összhangban van az uniós joggal. Ettől függetlenül van ez a uniós szabályozás alapján teljesítendő pénzügyi feltételek. Ugye ez az a ügy, amiben decemberben az Európai Bizottság arra a következtetése jutott, hogy a magyar kormány az igazságszolgáltatási reform végrehajtásával teljesítette ezeket a feltételeket, és megnyitott mintegy 10 milliárd eurónyi forrást a Magyarország számára. További több mint 10 milliárd euró továbbra is zárólva van, tehát ez csak a pénzek egy részéhez való hozzáfüggést vagy hozzáférést biztosítja. A probléma az, hogy az Európai Bizottság szerint, és a tőlük kapott levél ezt támasztja alá, az Európai Bizottság szerint a szuverenitásvédelmi törvény ezeket a feljogosító feltételeket, ezeket is sérti, és hogyha erre a következtetése jut, és ez nem feltétlenül kell megvárni a kötelezettségszegési eljárásnak a végigfutását, tehát nem kell 2024 végéig, 2025-ig várni, hogy milyen eredményre jut a vita a magyar kormány és a bizottság között a kötelezettségszegési eljárásban, mert annak a megindításakor a bizottság már kifejezte azt az aggodalmát, hogy sérti a szuverenitásvédelmi törvény az Európai Alapjogi Chartát, márpedig ha ez így van, akkor egy másik eljárásban gyakorlatilag a párhuzamosan a kötelezettségszegési eljárással elindíthatja azt a folyamatot, amelyben szintén vizsgálják a törvénynek a megfelelőségét és harmonizálását az Európai Alapjogi Chartával, és addig, amíg ez a vizsgálat folyik, addig fel lehet függeszteni a pénzeket.
Tehát itt tulajdonképpen az Európai Bizottság bizonyos értelemben saját döntése, hogy amíg folyik a kötelezettségszegési eljárásnak, megvárja a végét, és utána lép a pénzek felfüggesztése kapcsán, vagy ennél sokkal hamarabb azt mondja, hogy ezzel párhuzamosan itt is vizsgálni kell jó a megfelelőséget, és akkor azonnal hatállyal föl lehet függeszteni azt a pénzt is, amit decemberben megnyitottak a magyar kormány számára, az azt jelenteni, hogy gyakorlatilag teljes egészében újra zárolják valamennyi uniós forrást, amely a magyar gazdaság számára egészen katasztrofális következmény. Igen, ez volt a pontosítás szükségszerűsége. Itt a végére akartam hagyni, hogy egy pillanatra levegőt is tudjon venni, hogy magyarán akkor amit decemberben felszabadítottak, még az sem biztos, hogy megérkezik, nem, hogy a további pénzekről van szó, akkor ez a kerete az egésznek. Meg egy pillanatra gyorsan hadd kérdezzem meg, hogy azért a Facebookon egy hosszú bejegyzésben ecseteli azt, mert hogy támadás érte önöket, a Budapest főváros brüsszeli képviseletét, hogy nem jó minőségben végzik el a feladatukat, és hogy ez több pontban egyébként sérelmezte, és hogy azért miről van szó. Milyen lobby tevékenységet tudnak önök most ott aktívan végezni Budapest érdekében? A főváros brüsszeli képviselete nagyon intenzív lobby munkát végzett az elmúlt években, és ennek az eredményeképpen folyamatosan jelentős forrásokhoz fér hozzá a főváros. Egyrészt közvetlenül elérhető uniós forrásokat biztosítunk a fővárosi projektek számára. Épp a napokban jelentettük be, hogy például természetvédelmi rehabilitációra 1,5 milliárd forintot sikerült elnyerni egy pályázati úton. Tavaly egy 2 milliárdos szociális lakhatási programra nyertünk pénzt. Ennél is fontosabb azonban, hogy a magyar kormány a főváros számára a magyar kezelésű uniós támogatásokból egy fillért nem szánt. Tehát az operatív programokból, a helyreállítási tervből egyetlen fillért nem óhajtott Budapest számára eljutatni. 2 éves lobby tevékenységünk eredményeképpen az Európai Bizottság rászorította a magyar kormányt, hogy ezekből a keretekből jusson pénz a fővárosi önkormányzat számára, jusson pénz fővárosi projektek számára, és ennek eredményeképpen jelen pillanatban úgy néz ki, hogy körülbelül 300 milliárd forint uniós támogatás áll Budapest rendelkezésére az elkövetkezendő években, különböző alapvetően a zöld átállás segítő programokra, tehát új villamosok, új trolibuszok, villamos és trolibusz hálózat, zöld felületi fejlesztések, árvízvédelmi, szennyvízkezelési beruházások, és a többi, és a többi. Ez egy nagyon jelentős összeg, közelíti a város egyéves költségvetését, és ezt mind olyan fejlesztésekre tudjuk fordítani, amelyek közvetlenül segítik a budapestiek életét, életminőségét, és javítják Budapest helyzetét. Jávor Benedek, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre áll, további szép napot, viszontlátásra. Köszönöm a lehetőséget.